A Balmazújvárosnak a győzelem és a döntetlen, a Kisvárdának pedig csak a győzelem lett volna jó a mérkőzés előtt a feljutás kiharcolásához. Az első félidőben a vendégek irányították a játékot, azonban csak egy lesgólig jutottak, így 45 perc játék után még nem dőlt el semmi. A második félidő első részében a hazaiak akarata érvényesült, a hajrához közeledve azonban ismét felülkerekedett a Kisvárda. Gólt viszont a házigazda szerzett, egy kontra végén a 84. percben Zsiga Ervin lőtt a várdai kapuba, eldöntve ezzel a mérkőzést és a feljutás kérdését. Első félidő az elképzelésünk szerint alakult, majd a másodikban a hazaiak váltottak, több olyan buta labdavesztésünk volt a középpályán, amelynek nem kellett volna megtörténni, és onnan tudtak kontrát indítani. Sajnos nagyon szétcsúszott a középpályás védekezésünk, és a hátsó sornak a személye nem jó helyen voltak, távol voltak egymástól, és bizony megkönnyítette a hazaiaknak a dolgát, mert ugye kontrában ők elég ügyesek, ráadásul a váltásaik is jól sikerültek, nekünk pedig már a végén kockáztatnunk kellett, és hát ez természetes, hogy ilyenkor, ha jobban kinyílunk, akkor a hazaiak előtt, vagy az ellenfél előtt nagyobb területek utána jobban jönnek a lehetőségek. Talán ennyi előnye volt a hazaiaknak azzal, hogy nekik elég volt a 0-0, hogy nem kellett kockáztatniuk, nekünk pedig a végén. Addig mi sem tettük meg, ugye az első fél időben azért egy inkább óvatosság jellemezte a két csapatot, és nem nagyon alakultak ki helyzetek. A másodikban viszont az eredménykényszer miatt nekünk kötelességünk volt, és megérdemelten nyerte maga Balmazújváros ezt a meccset, és azt gondolom, hogy jogosan is jutott föl, mert a szezonban nagyon kiegyensúlyozott jó teljesítmény nyújtott. A Balmazújváros lett a magyar labdarúgás történetének 107. élvonalbeli újonca, a Kisvárdának pedig még legalább egy évet várnia kell az osztályváltásra. Nekünk ez túl korai lett volna, az élet így akart, ennek ellenére mindent megtettünk a sikerért, de én bízom benne, hogy ahogy korábban is, amikor ott volt a lehetőség, nem vállaltuk el, most elvállaltuk volna, mert kötelességünk lett volna, erkölcsi kötelességünk. Az élet azt akarta, illetve a sors nem engedte meg, hogy feljusszunk. Bízom benne, hogy jövőre vagy később, amikor még erősebbek leszünk, és az infrastruktúránk is lesz ilyen, mint a Balmaz, és lehetővé teszi, hogy saját pályánkon játszunk. Én azt gondolom, hogy akkor majd ott vissza fogjuk ezt kapni. A záróforduló további eredményei a következők: Soroksár Szolnok 1-2, Mosonmagyaróvár Vác 2-1, Siófok Csákvár 3-3, Nyíregyháza Spartakusz Cigánd 3-1, Dorog Szeged 6-0, Grosics Akadémia Békés Csaba 1-4, Ceglédy Sopron 1-0, Budaörs Puskás Akadémia 2-3 és Zalaegerszeg Kozár Miselyny 0-0. A tabella élén a Puskás Akadémia végzett 77 ponttal, megelőzve a 73 pontos Balmazújvárost és a 69 pontos Kisvárdát, amely az NB2-es bronzéremmel fennállása legjobb eredményét érte el. A másodosztálytól a Kozár Miselyny, a Cigánd és a Szeged búcsúzott.